Üdvözletem, Bloons TD. Vortex Elite Boss-t fogjuk megcsinálni. Őt itt. Lássunk is hozzá. 100 élet, 650 golddal kezdünk. Mehet. Jó, indítsunk egy szubbal. Igen, tegyük ide. Ez majd jó lesz kamók ellen is akár a későbbiekben. És tegyünk le ide egy glue gunnert. És majd a hőst elhelyezzük valahova. Oké. Okay. Helyezzük el ide a hősünket. I have come from beyond. Tegyünk majd le egy Engineer Monkey-t is, jól van ide, középre, és utána farmozom. Habár még az Engineer Monkey-val várjunk, előbb a farmot tegyük el. Mert a hősünk az elég jól teljesít. Még egy kör. És helyezzük le ide a farmot. Kettő nulla nullásra húzzuk ki. És akkor ezután fogunk lerakni egy Engineer Monkey-t szerintem. Oké, okay, haladhatunk. Oké,
Meg azt megnézzük, hogy kell a Engineer Monkey. Hanem akkor még egy farmot leteszünk. És kell az Engineer Monkey még. De nem sokára kelleni fog, mert a Bloonstrap-et meg fogjuk csinálni. Meg hogy ne menjen el sok idő. Szerintem tegyük is le. Helyezzük el ide. Menjen. Építünk még egy Greater, egy 2-0-0-as banán farmot. I grow stronger. Pillanat. Csak visszaírok. Jó. Ja. Hát. Húzzuk ki Double Gunra. És utána még egy utolsó farmat. Csináljunk egy farmot marketplace-re. Mert... Utána, ha kész van, helyezünk el ide egy Sniper Monkey-t. Sniper Monkey ide. Strong és jövő. És menjen még egy marketplace. Adjuk el a szabot. Jó.
akkor most... kihúzzuk a Night Vision... a Mok ellen. És az Engineer Monkinkat Bloom Trap-re. Egy márka. I grow stronger. Helyezzük el oda. És helyezzünk el egy Magic Monkey-t majd ide. Legyen strong, és alsó ágat húzom. Menjen. Adjunk ide egy boltot. Hát... Menjünk! Tegyünk le egy villager-t. Tegyünk le egy farmot, tegyünk le még egy villager-t. Tegyünk el, nem, tegyünk el a sniper market. Strong. Adjunk el még egy farmot.
Jó, itt majd arra ügyeljetek, hogy... Ezt is elrontottam, bocsisnak. Ezért ne legyen strong. Ez kurva nehéz lesz amúgy. Vagyunk le ide egy village-et.
Jó, ez nem kell. Ez se kell. Ez se kell. Ez se kell. Tegyünk ide egy engineer market. Adjuk el, és ezt is adjuk. Menjünk még egy kört. Ezt nem kell. Thank you.
Jó. Oké, okay, most Central Markokat fogunk csinálni, ami csövön kifér. És még egy kör. Jó, egy pillanat. MAD-t kell csináljunk szerintem. Csak. Oké. Okay. Azt mondja, ide. Rakjunk le alulra egy MAD-t. Lock oda.
És egy druidát. Hoppa. Őt adjuk el. Őt is, meg őt is. Baszki. Pillanat. Menjünk ki így egy kicsit. Adjuk el 5, adjuk el 5. Csináljuk meg az M-AD-t. És őt is majd megcsináljuk. Jó.
És meg kell csinálni a nagy farmot. Kell 100 000. Eladjuk 5 5 és 5. Kihúzzuk. Kell nekünk egy Engineer Monkey, és overclockoljuk majd ezt a nagy farmot. Nem kell nekünk. Hát ezt a kettőt is eladjuk. Tegyünk le farmokat. Tegyünk le még egy Engineer Monkey-t. Ő is majd overclockolni kell. Na és ők már ilyen farmok lesznek. Menjünk egy lassú kört.
Többet ne csináljunk. Csináljunk egy bumerang paragont. Hát necces lesz. Thank you.
nincs mese. El kell adogatni. Késő. Tier 3 megon. És most fogunk meghalni tier 4-en. Ott helyezzünk el farmokat.
Na még egy. Csináljunk egy ninja paragont. Bumerang paragon inkább. Helyezzük el ide. Húzzuk ki nagy százalékra. Thank you.
20 darab. Huszonnégy. Á, és pont egy nem fér ki. Ó, de hogy nem. Huszonöt. Ha jól számoltam, ez 25. Megnézzük, hogy ez így bírni fogja-e.
this one. Ez nagy szülés volt. Jó, hát így végig visszük. Most. Thank you.
jó. Yes. Hát akkor az vár ránk, hogy... Lelkunk ide egy Buccaneert. Ide is egy Buccaneert. Kihúzok őket így, és eladunk most mindent. Boomerang Monkey-t egyelőre meghagyom. Elhelyezek ide egy Vengeance Trugad nem tudom beszélni. Trusangadot. Ami ezt kell nekünk, egy Boomerang Monkey. Kell nekünk egy Engineer Monkey. Kell nekünk egy Magic Monkey. És egy MAD. Oké. Kell nekünk szintén egy Magic Monkey. Egy ilyen. Egy Village. És kell nekünk ide egy ilyen, és ide egy ilyen, mert nem lett meg a Vengeance. Miért nem? Jó volt a baja. Itt rontottunk el.
Mit rontottunk el? Elhasználjuk. Visszatérünk ide. Akkor is megcsináljuk a Vengeance-t. Remélem meg lehet. Na, elkezdjük el adogatni a dolgokat. Jó. Na még egyszer. Kell nekünk egy Magic Monkey. 50 ezer dollár el lett költve rá. Kell nekünk egy Primary Monkey. 50 ezer dollár el lett költve rá. És kell nekünk egy MAD, egy Military Monkey-nak. 50 ezer el lett költve rá. Hármat akár feláldozzunk a három kategóriából, ahol 50 ezeret költünk rá. Megcsináljuk a Sun Temple-t. Utána ugyanúgy megcsináljuk Boomerang Monkey, MAD és Magic Monkey. És akkor ide kell mellé egy Village. Lehet, hogy az volt a baj, hogy a Village volt olcsó? Ezért nem olcsó, nem? Az Engineer. Az Engineer nem olcsó. Oké. Akkor ki a range-ből kell csinálni két darab Super Monkey-t. Ezekkel az upgrade-ekkel. És akkor elméletileg ez így működik. Így van. Hozunk neki range-t. Odané. Szép, a hősünk is átalakult. A Vengeance. Ajaj. Feed me. Gyönyörű, gyönyörű. Most ez mellé kell egy torony, vagyis egy village. Meg egy Magic Monkey.
Vagyunk ide egy village-et. Meg ide is egy village-et. Ide ki, és tegyünk egy village-et. Ide is tegyünk egy village-et. Várjunk? Nem, azt a village-et tegyük ide. És legyen, ha bár... Azt hiszem, hogy lesz benne a range-be. Ez biztos, hogy nem lesz range-be. Így helyezzük el, így benne lesz. Így van. Jó, így jó. És legyen egy ilyen. Tegyünk le egy Sniper Monkey-t. Resistant Strong és ezekkel az update-ekkel. És pont úgy tettük le, hogy nincs benne range-be. Range-be legyen. Tegyünk le egy... Ice Monkey-t, meg még egy Ice Monkey-t ide. Tegyünk le még egy... Ide! És még egyet ide. És még egyet ide. Tegyünk le egy Glue Gunner-t. Az ability, amiért ide a sarokba. És hogy legyen kihúzva. Kettő. Most csinálunk egy Ace Paragont. Hol van az észünk? Itt az észünk. Hoppa. Szórakozik fel. És még egyet. Oké. Okay.
Jó. Tíz darab. Másik tízes. Aztán nézzük. Neki ugye van követő útvonala. Amit húzzunk be így. Az ability-t majd oda küldjük. És maradék pénzünkben pedig tegyük tele a terepet Super Monkey-kkal. Thank you.
Okay. Tegyünk le még egy sniper monkey-t ide. Így húzzuk ki. Mondjuk ide. És akkor nézzük.
És kösz is van. Oké. Jó, a leaderboardson gondolom nem sokat ér, mert nem sokat upgrade-eltünk. Ja, ahogy látom. 277. vagyunk. Minibossban pedig 22. Nézzük, hogy ez a rewards tekintetében mit ér. Minibossban több 10%-a, vagy a normál esetén is, és a top 75-be bekerültünk. Míg a normálban ugye nem. Jó, viszonylag tűrhető volt még így is. Nézzük a mapot. Ugye egy boomerang paragonunk van 20 degree-vel, egy Vengeance, True Sun God, amit csináltunk, és még egy paragonunk van. Ő, Monkey Ace Paragon, 30 degree-vel. És akkor Monkey Village-ek vannak felhúzva. Alchemist van maxon, ugye a Sniper Monkey-k. És az Ice One Kickból. Yes. És ő a hősünk, a Dora. Ő átalakult a Vengeance True Sun God miatt ilyen szépségé. Jó. Pom. Ez volt az Elite Vortex. Oké, köszönöm, hogy velem tartottatok ismét. Legyen további szép napotok, és sziasztok!